Én nagyon örülök, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy a magyar labdarúgásban nincsenek tehetségek és nincsenek labdarúgók. Ez a mai mérkőzés is megmutatta, hogy igenis vannak labdarúgóink, de mint a mi időnkben egy játékos annyit tesz, vagy annyit tud, vagy annyit enged meg magának, amennyit megenged az edzője, vagy megenged a közeg. Ezek a játékosok nagyon nagy alázattal tették a dolgokat, ami azt gondolom, hogy példaértékű a magyar labdarúgás szempontjából, hiszen el kell mondani, hogy azért nem ez jellemző a magyar játékosokra, vagy a magyar futballra. Hozzá kell tennem azt is, hogy 4 összetartáson vettünk részt, és amit ott gyakoroltunk, a srácok maximálisan ezen a mérkőzésen is tudták alkalmazni, tehát jó visszalátni azt, hogy van értelme annak, amit összetartásokon teszünk és csinálunk. Remélem, hogy a nagy válogatottnál is ezt meg tudom valósítani, hiszen én azt gondolom, ezek a 2 napok arra, hogy a magyar labdarúgás elmozduljon előre, nem sok, és mindenki hozzásegít ahhoz, hogy a nagy válogatott is ugyanilyen bátran, ugyanilyen alázattal tudjon futballozni, hiszen ezek a srácok megmutatták ma, hogy van értelme. Hát úgy érzem, hogy amit a mester kért tőlünk, azt meg tudtuk valósítani a pályán. Ezt gyakoroltuk minden egyes összetartáson, ezt a letámadásos gyors kis játékot. Ezt rájuk is tudtuk erőltetni, nem tudtak kijönni a szorításból. Voltak azért nekik is veszélyes támadásaik, amiből gólt is szerezhettek volna, de nagy részben mi birtokoltuk a játékot, és ez a 6-0 mutatja is, hogy jól játszott a csapat. Biztos sokan azt fogják mondani, ez csak a Moldova volt. A Moldova ellen is meg kell ezt tenni, én azt gondolom az argentinok ellen is, és mindenki ellen bátran kell futballozni úgy, hogy a magyar nemzetet hülyen és nagyon szépen tudja képviselni. Mindenki maximálisan hozzátette, nem úgy, tehát ez nem egy edzésnek fogtuk fel, mindenki azt lehet mondani, hogy dupláján hozta a meccset, tehát 200%-kal koncentráltunk. Egységben volt a csapat, ami nagyon fontos volt, és ez szerintem nagyon sokat segített. Kisegítettük egymást, és ezért tudtuk megnyerni a csapat új meccset. Hát ugye mi leszünk az öregebb, vagyis az idősebb korosztály, a 94, a 95-ösöknél is van ügyes játékos. Hozzánk fognak ők csatlakozni, és remélem, hogy ők is be tudnak szállni ebbe a játékba, és a csapat egység az megmarad, akkor úgy gondolom, hogy lehető esélyünk az EB-re kijutásra.